nem ismernétek, hogy Zoé, a utcán találkozott vele, és egy nagyon drága ember, ahogy megismertünk, úgyhogy örülünk, hogy itt vagy. És várunk máskor is szeretettel. És örülünk, Dori, hogy te is itt vagy. Nagy öröm neki is. Ja, és jó, minden jó kettőt menni. Talán csak annyit mondanék egy a bevezetőben, hogy tervezzük így a 27-et, jó? A pásztor sebezős alkalmat. Szeretném ezt minden héten megerősíteni, ha nem írtok be véletlen a naptárba, vagy tervezni ugye a munkádat, vagy a hetedet, hogy akkor el tudja jönni, jó? Az azt gondolom, hogy egy nagyon ritka alkalom, hogy ő itt van, és csak mindenképpen ragadjuk meg, jó? Hogy az egész gyülekezetünk ott lehessen. És aztán csak akartam bátorítani a bibliaiskolát. Azt gondolom, hogy olyan dolgok hangzanak el, ami megmenteti az életünket, vagy előre vihet minket abban, hogy Krisztust valóban megismerjük, hogy valóban az ő tanítványa legyünk, és csak tűnjük, hogy miért ragadhatna meg mindenki, hogy gyülekezetünk lesz a lehetőséget, hogy most van bibliaiskola. Jó, úgyhogy nem tudom, ha van valami probléma, valami akadály, vidd Isten elé, és biztos, hogy van rá a megoldás, hogy ott tudj lenni, és részt tudj venni ebből az áldásból, ki tud lenni a te részedet ebből, mert én csak azon a nagy áldás, nem? Ha itt vagyok, és valóban Isten tanít, szól hozzánk. Úgyhogy na, csak bátorítalak, hogy ne gondold, hogy az akadály, ami te van, az olyan nagy, hogy ne lenne elmozdítható Isten számára. Úgyhogy tervezitek, kérlek, ezeket a csütörtöket. És talán ennyi. Én Zolit megkértem, hogy hasszon meg egy bevezetőt, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Istentől jön az, amit megmerni fog, jó? Úgyhogy csak így fogadjuk ezzel a szívvel. Köszönjük, jó? Sziasztok! Sziasztok! Nagyon jó Csabán itt lenni veletek. Ja, és lehet, hogy csak így imádkoznék egyet, így röviden. Ja. Drága Urunk, köszönjük azt, hogy ismét szereztél nekünk egy napot, Uram. Köszönjük azt, hogy elfogadtál minket, hogy szeretsz minket, és hogy te adsz nekünk erőt, Uram. Nem csak nálad van minden erő, ami ehhez az élethez kell, Uram, és ez nem a mi erőnk, hanem a te erőd, Uram. És köszönjük neked a kereszt halált, és köszönjük neked Jézust, Uram. Köszönjük Jézus nevében, Uram. Amen. Csak egy ilyen rövid kis valamit szeretnék közelből, hogy azzal találkoztam mostanában, hogy te bolondnak vagyok nézve. Ez miatt, mert Istenről beszélek az emberekkel. És Isten hirdetem, hogy mondom az embereknek, és bolondnak vagyok nézve teljesen. És már egy kicsit besokaltam, hogy hát nem állom, és úgy nélkül az is, hogy megjelentetek magam. És ja, de igen, tehát ilyet mond Isten, hogy ez a jó. Vagy nem azt mondom, hogy ez a jó, de hogy bolondnak fognak titeket nézni. Az 1 Korintus 1.18 is. Hát ezt mondjátok, hogy mert a keresztről való beszél bolondságodon azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje. Hát és én ezt az erőt, tehát én ezt, tehát én hát amikor engem bolondnak néznek, én olyan erőt érzek belőle, amit tudjuk, hogy milyen ez, milyen az Isten ereje, Isten erejével élni a mi életünket, mert a saját erőnktől nem vagyunk képesek semmire. Isten viszont megfordít minket. Tehát Isteni, tehát ebben a világban nincs más esélyünk, csak hogy elfogadjuk Istent. Tehát nincs más esély ahhoz, hogy egy teljes értékű életet tudjunk élni, csak azt, hogyha elfogadjuk Istent. És azt mondja, hogy bolondság ez azoknak, akik elvesznek. És ezt is gondolkoztam, hogy miért van ez. És itt van itt a Zsidók 4:2-től, mert nekik is hirdették az evangéliumot, miként azoknak, de nem használt nekik a hallott beszédűvel, nem párosították ezt hittel. Hát azért, mert nem párosítják ezt hittel, és tehát nekünk is csak ennyi, hogy ja, hittel párosítottuk el, és a bolondról, a keresztről való beszéd mi az, hogy az evangélium, az, hogy Jézus meghalt érted, meghalt értem, és ezáltal élhetünk, és egy életet ad nekünk, egy szellem által vezetett életet kapunk, ami nem a hústestünkkel kell sétáljunk, hanem szellem által. És ez mindenkinek kiveri a biztosítékot, hogy imádkozok, meg hogy,
Ja, meg ez is. Tudod, nekem ez, engem ez tart meg. Engem nem saját magam gondolatait tartanak meg, hanem ez tart meg. Engem Isten szelleme tart meg, és mindenkinek erre van szüksége ebben a világban. És csak ja. És legfőszti magamnak is mondom, mert nekik is, hogyha bolondnak néznek titeket, az jó. Ez király, tehát Isten bolondjai vagyunk, azt mondja. Ja. És így lehet, hogy csak ennyit akartam így mondani, hogy ja. Erősödjünk az Úrban, és nem holmi veszendő arany mezüstre váltottunk meg, hanem tehát a kereszt munkája az igenis valóságos, és hogy ja, a szellem által élet az lehetséges, és ezt kaptuk. Kegyelemből van ez nekünk, és csak éljünk vele, akkor lennénk igazán bolondok, hogyha nem érnénk ezzel. És ennyit szerettem volna. Amen. Köszönöm.